Az ige azt mondja, Lukács 18.1-ben, hogy az ige szerint mindig imádkozni kell, és meg nem restesülni. És hogy amit kérünk az ő nevében, azt ő megcselekszi, hogy minden meg dicsőítessék az Atya a Fiúban, és ha valamit kérünk az ő nevében, azt Isten megcselekszi, hogy János Evangélium 14.13.14 mondja. Valójában az imádságnak a titka az, hogy a hitünk által hegyek és problémákat menjenek el, és ezt hitben tudjuk forgatni, a hegyek azok a mi problémáink. Bármi is adódik a minden napjainkban. Tehát először is fel kell ismernünk Isten jelenlétét, aki a hegyeket teremtette, és saját tapasztalatból tudom, hogy hozzáfogunk az imához, tartsunk bűnbánatot, és tiszta szívvel, ahogy mondtam az előbb, a hitnek a teljességével menjünk az Úr elé, és dicsérettel és hálaadással. És az imádság több, mint kívánságlista átnyújtása Istennek, hisz az Úr titka az őt félőkkel van. Az imádságban mindig belefoglalunk ige verset, én az ige embere vagyok, és általában mindenhova, minden helyzet és minden körülmény felett egy igét mondok el, vagy még többet. Ahogy imádkozunk, Isten behívjuk az életünkbe, a körülményeinkbe, és az imádság által felszabadítjuk Isten erőit, és békességet tapasztalunk meg, és változást. És hálát adok Istennek, hogy kiemelkedő erővel tudunk imádkozni. Nagyon sok közbenjáró volt, közbenjáró embere Istennek, Mózes is egy hatalmas közbenjáró volt. Szeretném, ha sok Mózes kinövekedne itt közöttünk, és kiálltak a törésre. Dániel, vissza Dániel bőjbe vagyunk, most nagyon aktuális, hatalmas imaember volt. Látta látomásában, amint Isten felült a trónjára, és a mennyországba kapott egy bejelentést. Valójában Isten jelenléte egy megtapasztalása számunkra, és köszönjük Istennek, hogy ahogy Jézust a tanítványok kérték, hogy tanítsa őket imádkozni, nekem is az a célom és a tisztem, mint tanítónak, hogy megtanítsalak benneteket, hogy a mindennapi kísértésekben hogyan álljatok meg, és hogy a sátán ne vigyen benneteket a kísértésbe. Tehát a tanítványok, akik látták a gyógyulásokat, a csodát, és észrevették a természet feletti hatalmát Jézusnak, a vihart és egyebeket, ők is szerették volna mindezt megtenni és követni. És ez egy csodálatos kegyelem, hogy mindannyian azon a hatalommal tudunk élni és imádkozni, mint az Úrtól kaptunk. És bizony a megszentelődés az egy rendkívül fontos dolog a keresztény életünknek. Ezt a későbbi években fogok erről beszélni, és ez hozzátartozik, hogy elsősorban mi szolgálók és az imádságosok is szolgálói Istennek, és közben járnak azokért, akik nem tudják, hogy hogyan járjanak közben. És imádkozunk azokért a dolgokért, amit nem tudjuk, hogy hogyan, de maga a szellem esedezik, értünk. Tehát a megszentelődés nagyon jó dolog, hogy kijöjjünk a függőségből, az ital, a drogból, vagy a játékszenvedélyekből, vagy a viszálykodásból, és mindazokból, ami megkötöz szeretetlenség minket. Fontos, hogy felismerjük a gonosz munkáját az életekben és a csapdáját, és hogy tudjunk Istenért kiáltani, Istenhez kiáltani, és másokat kiszabadítsunk a tűzből és a kötésekből. Isten nélkül semmit nem cselekedhetünk, és ezért fontos, hogy arra buzdítalak és bátorítalak, hogy először is ugye az ember szeretné a saját életét rendbe rakni. Szóval én nem tudunk igazán másokért imádkozni, amíg a magunkért nincs rendben. Csak egy szabad ember tud szabaddá tenni egy másikat, ugye? Aki kötésben van, aki igában van, aki láncokban van, aki aggodalomban, kétségben van. Hát először is meg kell vallanunk ezeket a hibákat, el kell ismerni és el kell fordulni. Istentől bocsánatot kérni, Isten jósága megtérésre fog indítani minket, és imádkozunk el, hogy Krisztus kiábrázolódjon bennünk, és vezessen megtérésre
az életünkbe és munkálkodjon a mindennapjainkba, minden percünkbe és minden óránkba. Hisz Isten figyel, ahogy az ördög is figyel. Mindketten szeretnének megnyerni maguknak. Isten már megnyert minket az örök élet az újjászületés által. Ha szeretné, ha mindig hitben maradná. Ha Sátán pedig szeretné, hogy kigyere abból a nyugalomból, abból a békességből, és mindazokból a talentumokból, amelyet Isten adott neked és nekem. Nagyon fontos a megszentelődés, és kérjünk el Istent, hogy adjon erőt a változásra, hiszen mindig könnyű megállnunk a hitpróbákban, a nehézségekben, bármi bűnben, ezért segítségül kell hívjuk az Úr nevét, és hogy segítsen és tárja fel az életünkben, ami nem az ő akarata szerint van. Fontos. Isten azt mondja az igéjében, a Jeremiás 7.23-ban, hogy hallgassatok az én szómra, és én Isteneké leszek, ti pedig az én népemmé lesztek. És azon az úton járjatok, melyre utasítottalak titeket, hogy mindenben jó legyen dolgotok. Minket is az emberek a mi cselekedeteinkről fognak megismerni, mint ahogy mi is minden fát, az ő gyümölcséről ismerünk meg. És nyilván, hogy az almafának nem fogjuk azt mondani, hogy az egy uborka fa, ugye? Tehát jó gyümölcsöt akarunk teremni, 30-60 százanyi, ezért el kell forduljunk az eddigi bukjainktól, ami nem épített minket. Példát kell vennünk a pusztai vándorlás intő példájából, és nem kísérteni Krisztust. Nem zugolódunk, ahogy zugolódtak némelyek, és nem mentek be az ígéret földjére. Számukra az ígéret földje az, amikor kérünk, de nem kapunk. Mert lehet, hogy nem jól kérjük. Mert nem vagyunk ott hitben, hogy el tudjuk Isten áldását fogadni. Isten kiárassza ránk az áldását, de nem tudja, mert nem vagyunk hitben. Nem vagyunk hitben. Egy rövid példát szeretnék nektek ma előhozni arról, hogy a zsidók a pusztában Isten gondoskodó kegyelmét élvezték. És tudjuk, hogy él tűzoszlopban, nappal pedig felhőoszlopban vezette őket Isten. És micsoda kegyelem volt számukra, nem kellett semmilyen megdolgozni, a manna lehullott az égből. Istennek a gondoskodó kegyelmét élvezték a választott népe, mennyivel inkább mi az új szövetségbe. Illés, mielőtt elment volna a tüzes szekéren, elragadtatott volna, Elizeus az ő tanítványa szerette volna ugyanazt a kenetet megkapni, a dupla kenetet. Én most nem arról beszélek csak, hogy a dupla kenetet, de szeretnénk Isten áldását mindannyian elfogadni és elvenni, hisz az újjászületés által járnak nekünk bizonyos jogok, mint amikor örökölünk valamit. Jár nekünk az újjászületés által egyrészt az örök élet, amit majd akkor fogunk belépni, amikor a földi sátorházunk a földi sátorházunknak vége. És úgy is mondhatnám inkább, amikor az életünk véget ér, és a földi sátorházunk visszaadatott oda, aminek kell, vagyis porból lettünk és porrá leszünk. A testünk átadatik a földnek, de a szellem és a lélek az öröki valóságig él. Vagyis mondhatnám nektek, hogy azt a csodálatos kegyelmet, az újjászületés kegyelmét meg fogjuk kapni az örök életet, amikor majd az öröki valóságba belépünk a szellem és a lélek. De itt a földön örököljük Isten áldását, a gyógyulást, Krisztus teste megtöretett, és Jézus szegény életéltünk, hogy mi bővölködhessünk. És Isten egy bővölködő és áldott életet akar rád és rám árasztani. El tudjuk-e fogadni napjainkban, lehet, hogy azt elhiszed, hogy örök életed lesz és a mennyországba mész, de el tudod-e fogadni, hogy itt a földi életedben meggyógyulsz, bővölködni fogsz, és egy ilyen helyzet Isten betölti. És az imádság által minden lehetséges neked, csodálatos. Akkor kijöttek a zsidók Izraelből, ugye, akkor megszűnt a manna. Nem Izraelből, bocsánat. Amikor kijöttek a pusztából, minden zavarás megtörött.
kijöttek a pusztából, és beléptek a Kánaán földjére, és mindjárt az igét fogom olvasni nektek, Józsué 5.9 és a második királyok 2.1, akkor megszűnt a manna. Hitből kellett nekik élniük. Ezt hasonlíthatom az újjászületéshez, hogy újjászületünk, és Isten a hit mértékét odaadja nekünk, és hitből kell élnünk, és ez egy csodálatos kegyelem. És mondom az Úr Józsuénak, ma fordítottam el rólatok Egyiptom gyalázatát, ezért hívják a hely nevét Gilgálnak, mint a mai napig. De talán még menjünk az előzőekbe, 5-4. Azok pedig, amiért körülmetéli őket Józsuéhez, mindaz a nép, amely kijött Egyiptomból, a férfiak, a hadakozó emberek mindjárt meghaltak a pusztában, útközben még jöttek Egyiptomból. Mert körül volt ugyan metélve mindaz a nép, amely kijött, de azt a népet, amely a pusztában született, útközben, amíg jöttek Egyiptomból, nem metélték körül. Hát 40 esztendeig jártak Izrael fiai, és ez a lényeg a hatos, hogy 40 esztendeig jártak Izrael fiai a pusztában, mi alatt elemésztették a hadakozó férfiaknak egész népsége, akik Egyiptomból jöttek ki, mivel nem hallgattak az Úr szavára, akiknek megesküdt az Úr, hogy nem láthatja meg velük a földet, amely felől megesküdött az Úr elő atyáinknak, hogy nékünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Fiaikat állította azért helyükbe ezeket metélő körül Józsué, mert körülmetéletlenek voltak, mivel nem metélék körül őket az Úrban. Miután pedig mind az egész nép körülmetéltetett, veszteglőnek az ő helyükön a táborban, míg nem meggyógyulának. És mondál az Úr Józsuénak, ma fordítottam el rólatok Egyiptom gyalázatát, ezért hívják a hely nevét Gilgálnak mind a mai napig. És Gilgálban táborozának Izrael fiai, és megkészíték a pászkát a hónapnak 14. napján este Jerikónak mezein. Ez az egyik ige, és nézzük a második királyok könyvet, 2.1. Mire akarok én most kiukadni, mindjárt elmondom. Illés az égbe ragadtatik. És lőn, mikor az Úr Illést fel akarja vinni szélvész által a mennyekbe, elménne Illés és Elizeus Gilgálból. És mondta Illés Elizeusnak, maradj itt kérlek, mert az Úr Bételbe küldött engem, és feleli Elizeus. Él az Úr és a te lelked, hogy nem hagylak el téged. És mikor lemennének Bétel felé, kijövének a proféták fiai, akik Bételben voltak Elizeushoz, és mondának néki. Nem tudod-e, hogy a mai napon az Úr elragadja a te urazat tőled? És mondta, tudom, én is hallgassatom. És mondanék ki, Elizeus, maradj itt kérlek, mert az Úr engem Jerikóba küldött. Ő azonban mondta, él az Úr a te lelked, hogy nem hagylak el téged. És mikor elmennének Jerikóba, a proféták fiai, akik Jerikóban voltak, Elizeushoz értek, és mondának néki. Nem tudod én, hogy a mai napon az Úr a te uradat elragadja tőled, és mondta, én is tudom, hallgassatok. Azután mondanék Illés, maradj itt kérlek, mert az Úr engem a Jordán mellé küldött el felele. Ér az Úr a te lelked, hogy el nem hagylak téged, és elmennének együtt ketten. 50 férfi pedig a proféták közül utának mennén, velük szemben messze megállának, mikor ők ketten a Jordán mellett megállottak. És fogta Illés az ő palástját, és összehajtva azt, megüté azon a vizet, és az kétfelé válik, úgyhogy mind a ketten szárazon mennének át rajta. És mikor által mentek, mondta Illés Elizeusnak, kérj tőlem, mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadhatom. És mondta Elizeus, legyen kérlek a benned való szellemnek kettős mértéke rajtam. És ő mondta, nehéz dolgot kértél, mégis, ha majd meglátsz engem, mikor tőled elragadhatom, meg lesz, amit kérsz. Ha pedig meg nem látsz, nem lesz meg. És lőn, mikor mennének és mennék beszélgetének, imént tüzes szekér, tüzes lovakkal elválasztta őket egymástól, és felmérne Illés a szélvészben az égbe. Elizeus pedig ezt látván kiállt, édesatyám, édesatyám, Izrael szekere is lovakjai. És nem látták ők többé. És vevél maga ruháit, és két részre szakasztá azokat. És felemelé az éges palástját, amely róla leesett, és visszatért, és megállt a Jordán partján. És vevé az éges palástját, amely róla leesett, és azzal megüti a vizet, és mondta, hol van az Úr az Illés Istene?
És mikor ő is megütötte a vizet, kétfelé válik az, és általam én Elizeus elnyeli. A manna megszűnt, tudjuk, és hívből kellett az embereknek élni. És tudjuk, hogy Illés is elvitte Elizeust a helyre, arra a helyre, amikor azt mondta, hogy maradj hátra. Elizeus megtagadta, ment a tanítója után. Vannak idők, amikor az Úr téged is elvisz olyan helyekre, hogy megteszteljen. Nem akarja, hogy ott maradj abban a szárazságban, reménytelenségben és nehézségben. Azt akarja, hogy egy magasabb szintre menjünk, és ez csak a kezdete a szinteknek, amikor elkezdünk hitben élni. A manna megszűnt a zsidóknak, és hitből kellett élni. És Péter, amikor a testet át kell adjuk, ugye Istennek élő szent és Istennek kedves áldozató, akár amikor megzavolázod a testedet, hogy vagy megsanyaggatod, böjtölsz, és hogy a kívánságaidat legyőzöd a szellem által, és erős maradsz az Úrban. Tehát a test meghal, nem halunk meg mi, de a testünk háttérbe szorul, és mi szellem szerint járunk, és szellem szerint élünk, mert a szellem a test ellen, a test pedig a szellem ellen törekszik, ugye? A testünk mindig mást akar, mint a szellemünk. A szellem azt mondja, hogy mértékletesek legyünk, akár az étkezésben. A testünk pedig érték nélkül akar, még többet, minél többet adunk neki. Nyilván a túlhízás eredménye is ez, hogy minél többet adunk neki, annál többet kíván. De amikor visszafogjuk, ugye, a testünket, akkor a test meg van szorítva, és halálba van adva. Hát a lemondás helye Péter, ugye, ahogy az előbb felolvastam nektek, Illés mondta Elizeusnak. Maradj itt élek, mert az Úr Péterbe küldött engem. Azt mondta neki, él az Úr, és a te lelked, hogy el nem hagylak téged. És mikor lemennének Bétel felé, ugye Bétel az Isten házát jelenti. Bétel a lemondás helye, Bétel az átadás helye. Ha egyszer igen mondtuk Istennek, akkor Isten elvezet minket ezekre a helyekre. Hogy hitből éljünk. Hogy néha le kell mondanunk mások javára, hogy néha más kell tennünk. Hogy néha a testünket nem szabad engedjük, hogy ugye kicsapongjon. Akár egyen, akár igyon, akár viszálykodjon, akár haragudjon, bármi is legyen az. Isten szeretne téged jó helyeken látni. Ha megnézitek Jerikó, a hadviselés helye volt. A zsidóknak két napon át kellett járják a Jerikó falait körbe, és hetedik napon kellett neki kiáltani, és a fal, ugye a város körülvevő fal, lezúdult valóságba itt a Jerikóban hadat viseltek. És ez a győzelem. A csata meg lesz nyerve, és az ellenség le van győzve, ugye? Meg tudunk állni a csatában, a hitnek a szép és jó harcában. Ebből a tusában, amely a nap mint nap szembe nézünk, ugye? Gilgában megtanultunk, hogy hittel éljünk, és a föl fúzájába legyünk akár. Bételben megtanuljuk, hogy hogyan adjuk át magunkat az Úr Jézus Krisztusnak. Igen, hogy 30-60-100 gyümölcsöt teremjünk, hogy gyümölcs termőkké váljunk. Jerikóban pedig felkészülünk a háborúra. Mely háborúra? A hitnek a szép és jó harcára, arra a tusára, amelyre szembe kell néznünk, hogy nem test és vélelem a tusakodásunk, hogy nem az anyósunk ellen küzdünk, hogy nem a szomszéd ellen küzdünk, hanem a fejedelemség, hatalmaság és az élet sötétségének a világ bírói ellen. Ezzel kell szembenéznünk, mert nem test és vélelem van a tusán. Ugye? Ezért mi erősek vagyunk az Úrban, az ő hatalmas erejében, és a testünket nem engedjük, ugye, hogy szétessen. Mert a szellem kell, hogy felül kerekedjen. Nem erővel, nem hatalommal, hanem a szellem által. A fegyverzetet megkaptuk mindannyian az Efézusi levél szerint. A békesség evangéliumának sarulát, az igazság övét, a megigazoltság mellvédét, üzösség sisakját, a szellem karját, a kétélű éles kardot, amely levágja minden problémának a fejét. Mindegyik onnan jön, oldalról, jobbról le vagy balról. És ez csodálatos. Józsué Jerikóban találkozott Isten angyalával, és ezt olvashatjuk a Józsué 5.13-ban. Lőn pedig, amikor Józsué Jerikónál vala felemeli az ő szemét, és látták, hogy ime egy férfiú vala előtte mesztelen karddal a kezében. És hozzám emlivén Józsué azt mondja néki, közülünk való vagy én te, vagy ellenségeink közül.
Jerikóban felkészülünk, hogy szembenézünk az ellenséggel. És a fegyverzet, az nekünk jár, az a mi részünk. De azt jelenti, hogy minden nap meg tudjuk harcolni a hitnek a szép és jó harcát, és ez a tolva egy kezét, a kétélű éles karddal meg tudjuk állítani, hogy ne lopjon és raboljon tőlünk. És Isten Gilgálban megküzd értünk, ugye? Bételben velünk van, és Jerikóban rajtunk keresztül harcol Isten. Azt mondja, hogy a csata az enyém. Te csak maradj hitben, emeld fel a kezed, és a győzelmet vald meg. Az új szövetségben hitben élünk. És a testünket adjuk át Istennek, és harcoljuk meg a hitben a szép és jó harcát. A sátán ellene lesz, és fog harcolni, hogy az érzelmeitek, a látásaitok, a hallás, amit láttok, érzékeltek, ugye, hogy az alapján látjátok. Az érzelmek, azok mindig fognak téged befolyásolni. De Isten bölcsessége meg kell, hogy változtassa az életedet, mert nekünk nem az érzelmeknek kell járni, nekünk hitben kell járni, és ez nagyon fontos. Nekünk a megszentelődés folyamatában valójában a legnagyobb változás az érzelmeinkbe kell, hogy megtörténjen. Hogy többet már ne legyünk olyan sértődések, ne legyünk viszálykodók, ne legyünk haragból, ne mindennel félelmesünk, ne mindennel aggodalmaskodjunk, mert ez mind az érzelmeinkre hat, és ellopja tőled a hitet. Tehát meg kell zavarázni magunkat, hogy a lónak a szájába zablát vetünk. Természetesen mi magunknak nem, de visszafogjuk a testünket, a gondolatainkat és az érzelmeinket. És ha kézben tudjuk tartani az életünket, az életünk hajóját és az életünk kormányát, és megállunk minden viharral szembe, akkor többet leszünk, mint győztesek. Amen? 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 Akkor egy nagyszerű életet tudunk élni, és megelégedettség lesz az életünk. És a negatív érzések, a depresszió, nagyon sokan küszködnek ezzel, és rengeteg problémát okoz az egész társadalomnak. Tehát az érzelmek nagyon erőteljesek az életünkben, és a láthatókra tekintenek sokszor még a kereszténynek is. Tudjuk, hogy ha egy lovat elengedünk, aki nincs ugye megfogva, és elindul, nem lehet őt kontrollálni, nem lehet megállítani. Ugyanígy néha rossz gondolatokat sem tudod megállítani. És nem tudod, hogy miért érzed magad ilyen rosszul. Ne engedd belül ezt, és már hosszú évek óta hordoztok néhányan belül belső feszültséget és érzelmeket, és már majd szétrobbantok, és már tünetek formájában évek óta jelentkezik nálatok. Hát, hogy kiengednéd, és megszabadulnád tőle, és megzavaráznád a gondolataidat és az érzelmeidet, és erős legyél az Úrban, és te szabad meg, hogy miről gondolkodol. És ehelyett a másik utat válasszátok, hogy néhányan léggömb kipukkad, és ugye akkor jön elő, hogy valójában mi is van az emberben. Kérlek benneteket, hogy inkább engedjétek ezt ki magadból, ne érezzétek rosszul magatokat, és nem szabad, hogy ilyen életet éljetek, mert előbb-utóbb ki fog jönni. És Isten előbb-utóbb rá fog kényszeríteni, hogy változz meg, mert egy ilyen csodálatos örök élettel és a Szent Szellemmel együtt élni nem lehet. Nem lehet kettős életet, hogy bennünk van a jó is, meg a rossz is. Tehát ki kell ezt engedni, és el kell engedni magunktól. Kontrolláld az érzéseidet és a gondolataidat. Különben veszélybe fogsz kerülni, és nagyon nagy bajba. Olyan, mint amikor neki megy valaki az ajtófélfának, amit nem tudja kontrollálni az érzéseit és az érzelmeit. Tehát bánj az érzéseiddel, kontrolláld őket, fogd meg magad, mert komoly problémákkal fogsz szembenézni. És ez a féktelen rossz gondolatok által kezdődik, és egyre indulatosabbak leszünk. És állandóan csak a saját sérelmeinket fogjuk felemelni és előtérbe hozni. És kérlek benneteket, hogy az érzelmek néha annyira előteljesek tudnak lenni az életetekben, hogy az emberek még ölni is tudnak. Szegedi csillagbörtön tele van indulatokból elkövetett gyilkosságokkal. Ne indulatoskodjatok, az nem Istentől van. Igazságra lettünk teremtve, és uralkodj a negatív érzéseiden és gondolataidon. Zavarázd meg őket.
És mi nem félünk egymástól. Ezt nem engedhessük meg egymásnak. Húha, félek ettől az asszonytól vagy férfitől. Nem félek. És megélte is. És ki volt te, hogy halandó embertől félsz? Az tört fog vetni eléd. Az emberektől való félelem tört vett. Tudod mi az, mint egy tör lenne a lábodra, megakadályozna, megátolna, leállítaná az életedbe az áldást? Az érzelmek hatalmas erővel bírnak a természetes világon. De ez nem azt jelenti, hogy kényére, kedvére az érzelmeinknek adjuk meg magunknak. Istennek az a szándéka, hogy kontrolláld az érzelmeket és állíts le. A dű, az indulat, a harag, bármi. Isten igéje egy kantár nekünk. Az abla pedig a gyeplő, amelyel irányítani tudjuk az érzelmeinket és az érzéseinket. Ha Isten igéje alapján fogsz élni, akkor a negatív érzelmek és a nehézségek el fognak menni. És győzelmet fogsz megtapasztalni az életedben. A haragot kordába tudod tartani, ha más szempontból nézed a dolgokat. Megtanultam, hogy amikor az emberek haragszanak rám, igen, tudom, hogy mikor haragszanak, és tudom, hogy nem test és lélekben harcolok. Csak ő tudta használni ellenem, vagy akár éppen haragszik, vagy nem eszel, vagy kököl. De tudom, hogy nem test és lélekben harcolok. Megtöröm a sátán munkáját, és tudom, hogy változás fog jönni. Tehát amikor valaki engem támad, akkor valójában felismerem, hogy a sátán támadott meg. Nem az az ember, és nekem ez a meglátás nagyon sokat segít. És így tudom szeretni az életet. Mert tudom, hogy ez nem ő, hanem helyt adott az ördögnek. Megnyitotta az ajtót. Nem én általam, hanem az ő különböző körülményei által. És az emberek szerették valakin elverni a port, és általában azon, aki a legnagyobb hitben és szeretettel jár. Rájöttem, hogy amikor én hűvös vagyok, akkor igazán igen kemény vagyok, és egocentrikus. És te is, kedves barátom. És mindannyian. Így igaz? Mert akkor csak magunkra gondolunk, hogy milyen sérelem ért minket. Ha nem foglalkoznánk annyit azzal, hogy magunkat helyezzük előtérbe, sokkal jobban szeretnénk másokat, mint saját magunkat. És nem lenne érzelmi problémám. Amikor valaki mérges lesz, égtelen haragra gerjed, akkor azt gondolom, Istenem, hát mi a baj? Miért ilyenek? Miért viselkednek így? A nagyon önző emberek mérgesek és haragosak. Érzelmileg kibogulnak. Mindannyian belesünk ebbe. Nincs kivétel. Nem nehéz dübegurulni, ha megbántanak minket. De nehezebb legyőzni az egónkat, és a haragunkat legyőzni. Na, Isten igényével fel vagyunk töltekezve, akkor jó dolog. Fognak minket érni ezen a területen támadások, ezt mondom neked, készülj fel erre. És nincs minden területen teljes hitünk, de a hitünkkel befolyásolhatjuk az emberi kapcsolatainkat. És az imáink által. És szeretet. Ez nagyon fontos. De elsősorban önmagunkat kell megváltoztatni, és utána fognak a külső körülmények. Az érzelmeinket át kell programozni magunkat, hogy szeretetet tudjunk járni, függetlenül attól, hogy mások hogyan viselkednek velünk. És amikor már hosszú ideje hordozol egy problémát, és már nem akarod cipelni, és már nyűgös és terhes neked, és meg akarnám már bocsájtani, de nem tudsz valahogy szabadulni, és mindig bejön a képbe a rossz gondolat, akkor kérd meg Istent, Uram, vedd el tőlem, és segíts nekem. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg kell, hogy őrizze a szívedet és a gondolataid. Tehát ha mások rosszul bánnak velünk, akkor nem kell folyton savanyú borkának lennünk, vagy bocsánat, csapkodnunk, és összetörni mindent, inkább örvendeznünk kell. És lehet, hogy vannak rossz napunk. És békességben kell akkor is élni. Mert Isten nem hagyott el minket. És a negatív érzések megkeserítik a keresztények napját is, nem csak a világét.
Hát a sok szeretném nektek előhozni ebben a kapcsolatban, de amikor negatívak vagyunk és problémáink vannak, akkor az arcunkra sokszor ki van ülve, és mindenki tudja, hogy mi, hogy vagyunk, és mi. A második királyok 2:12-25-ből szeretnék nektek felolvasni. Illésnél tartom még mindig, az előbb elolvastam nektek. Imé, a te szolgád között van 50 erős ember, küld el őket, hadd keressék meg az Urat. Hát, ha az Úrnak lelke, a szelleme ragadt előtt, és letette őt valamelyik hegyen meg őrbe. Mindenki látta, nézzétek meg, hogy Illés elragadtatott, az előbb olvastam fel nektek, igaz? Láttok? Felolvastátok? Vagyis hallottátok, hogy felolvastam? Elragadtatott Illés. És nézzétek meg, azt mondják, hogy de ő mondta, ne küldjetek. De azok kényszerítik, ugye, Elizeust, hogy egészen a megszégyenlésig, és mondta, hát küldjétek el. És elküldték az 50 férfiút, de a harmadnapig keresni nem találták meg. És mikor visszajöttek ő hozzá, mert Jerikóban lakott, mondta neki, nem mondottam én, hogy ne menjetek el? És mondának a város férfia Elizeusnak. Imé a város jó lakóhely volna, amit uram magad látod, de a vize ártalmas, és a föld gyümölcsét meg nem érdeli, és mondta, hozzatok nékem egy új csészét, és tegyetek sót belé. És elhozzák néki, ő pedig kiment a forráshoz, és beleveti a sót, és mondta, ezt mondja az Úr, meggyógyítattom-e vizeket? Nem származik ezután azokban halál és idétlen termés, és egészségesek kilőnek a vizet, mi a mai napig? Elizeus beszéde szerint, melyet szól. Illés azt mondta, a 20-21-ben, a 2:20-21-ben mondta, hozzatok nékem egy új csészét, tegyetek sót belé, és elhozzák néki. Ő pedig kiment a forráshoz, belevetté a sót, és mondta, ezt mondja az Úr, meggyógyíthatom a vizeket, nem származik ezután azok a halál és idétlen termés. Milyen az idétlen termés, amely nem egészséges, nem szép? A só úgy szerepel a Szentírásban, mint isteni szentség. A Négy Mózes 18:19 azt mondja, minden felemelt áldozatot a szent dolgokból, amelyeket az Úrnak áldoznak, Izrael fiai, néked adtam, örökké való rendelés szerint, és a te fiaidnak és a te leányaidnak, akik veled vannak, sónak szövetsége ez, örökké való az Úr előtt néked és a te magodnak veled. Nem szeretném mondani, minden áldozatot, amit az Úrnak áldoztak az Ószövetségbe, mindent megsózták. És rendkívül fontos, nézzétek meg a sóvétet, meggyógyította a vizeket, és az idétlen terméseket helyrehozta. Nézzük az Új Szövetségben, mit mond Isten, nem még egyet mondom. Második krónika, ez még a Ószövetség. Második krónika könyve 13:5. Avagy nem kellene néktek meggondolnatok, hogy az Úr az Izrael Istene Dávidnak ad a volt királyságot Izrael felett örökre, néki és fiainak sónak szövetsége által. Nem kellene meggondolnotok? Az Úr, Izrael Istene, Dávidnak adta a volt királyságot, adta volt a királyságot Izrael felett. A sónak szövetsége által. Nézzétek, Pál apostol mit ír? Kolossze 4:6 az Új Szövetségben. A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen. Sóval fűszerezett. Hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek, kinek megfelelnetek. Máté Evangélium 5:13. Ti vagytok a földnek sói. Ha pedig a só megizetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Első csoda volt, hogy a só semlegesítette az átkot és a következményeit, az idétlen gyümölcsöket. Ugye? A só. És nézzétek meg, mit mond az Új Szövetség. Azt mondja, hogy ti vagytok a földnek savai. Máté Evangélium 5:13. Ha pedig a só megizetlen, mivel sózzák meg, nem jó azután semmire, hanem kidobják és eltapossák az emberek. Vagyis, jól meg kell gondolnunk, hogy mit beszélünk. A mi beszédünk Pál apostol szerint kellemetes.
teste legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjuk, hogy kinek kell megfelelnünk, de nem úgy, hogy mindenki féljen át tőlünk, a mi szántól és a mi cselekedeteinktől, a mi uralkodásunktól. A Föld savai vagyunk, és legyen bennünk ugye íz, legyen bennünk, legyünk mi kellemetesek. Tehát ha sótalan vagy, nézzek, mit ír az ige. Ha nem kellemetes a te beszéled, ha nem úgy cselekszel, akkor mi történik velem? Nem jó vagyunk, semmire. Azt mondja, kidobják és elkapossák az emberek, vagyis az emberek nem fogadnak el minket. Ez az igazság. Mert azt mondják, hogy ő ilyen. Mert ő nem akar megváltozni. El kell gondolkodnunk Isten jóságán, és ne emlékezz folyton a másiknak a rossz dolgra. Éppen egyet szenvedtél már, bocsáss meg, és menj tovább. Valami olyan cselekedeted van, akkor kérlek, hogy térje meg belőle a megtérés és a megváltozás jöjjön. Arra szeretnélek biztatni ma téged, felejtsd el. Az új szövetségben Isten megparancsolta a zsidóknak, hogy tartsanak bizonyos ünnepeket, hogy ne menjen feledésbe, amit Isten értéke. És az izraeliták azt ünnepelték, hogy miként hoztak ki őket Isten a rabszolgaságból. Nekünk is van mit ünnepelni a mai napon az örök életünket, hogy hívből élünk, hogy képesek vagyunk megharcolni a hitnek a szép és jó harcát. Tehát az Ószövetségben nem döntés kérdése volt, hogy megtartsák-e az ünnepet vagy nem, hanem kötelező. Én azt mondom, hogy te is emlékezz meg az Úr jóságáról minden nap, hogy hogyan védelmezett meg az ellenségtől. Az emberek hajlamosak csak a mai napra gondolni, hogy milyen rossz érte őket, hogy mi mindenen mentek át, és hogy bántak velük az emberek. Felejtsd el, hogy bánt veled Isten? Mit adott neked Isten? Miért nem ezen gondolkodunk? Mindjárt más szemszögben fogjuk nézni. Emlékoszlopokat állítottak az Ószövetségben. Minden győzelem emlékére. Vajon vannak-e emlékoszlopaid akár az elmédben? Hogy Isten meggyógyított, amikor rosszul vártál, küldött valakit hozzád, amikor nehézséged volt, valaki felhívott telefonon. Adtál-e segítséget? Küldött el az Úr neked valakit? Akár egy mentővel? Néhány embernek 100 mentőjük is van, és észre se veszi, hogy Isten jósága az, aki munkálkodik az ő élete felén. Ha tudatosítod magad, hogy Isten már kihozott több viharból, akkor tudod, hogy Isten meg fogja még egyszer tenni. És még egyszer, és újra meg tudja tenni. Az ő nevéért, és az ő igényéért. És ezért adjatok hálát Istennek. Jusson eszedbe, amikor állást kaptál, amikor a gyereked világra jött, amikor kihozott Isten minden nehézségből. Amikor Isten elénk hozott különleges személyeket, vagy jó társakat. Azon járjon az eszed, hogy mennyire jó hozzád Isten. És ez rendkívül fontos, és akkor rögtön örvendezni fogsz. És legyen bennetek sok, és kellemes legyen a beszédetek. Arra tanítalak ma téteket. Tehát a sátán ki fog kérni. A védekezés jó, ám meg kell tanulnunk a viselés szabályait. Isten akarata, hogy az ellenséget pusztítsuk ilyen értelemben. A hitnek a szép és jó harcában. Isten adott nekünk erőt. És Isten által többek vagyunk, mint győztesek. Nagyobb hatalommal rendelkezel, mint maga az ellenség. Tehát ránk rajzott hatalom, ami. És Jézus nevében engedd el a férjemet, sátán. Engedd el a testvérem. Jézus nevében ördögöket tűzünk, és lerontjuk a nehézségeket. A mi adviselésünk fegyverei nem testér, hanem Isten által hatalmasak. Erősségek lerontására. 2. Korintus 10:4. Lerontván okoskodásokat, és minden magaslatot, ami Isten ismerete ellen emeltetett. És foglalják én minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ne a szem előtt valókra nézete, mert amikor a szem előtt valókra nézünk, akkor mindig a látható lesz, és akkor kétség és félelem jöhet. A hatalom veled van.